10 évre szóló párkapcsolati szerződés válthatja fel a házasságot. Sokak szerint ugyanis a holtomiglan-holtodiglan irreális elvárás. Sokkal jobb, ha a kapcsolatot 10 évente újra gondolják. Vendégünk Kozma Anita párkapcsolati szakértő és Nyerte Zsuzsa színésznő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát mindig van új a nap alatt. Mire lehet jó ez a 10 éves párkapcsolati szerződés? Hát én ezt a 10 éves párkapcsolati szerződést egy szerencsétlen konstrukciónak tartom. Azt gondolom, hogy az érzelmeket nem lehet évszámokba foglalni. Ugye mindannyian tudjuk jól, hogy valami egy évig sem tart, míg valami akár 50 évig is kitart. Tehát életszerűtlennek tartom azt, hogy az érzelmeket évszámokba foglaljuk. Megújíthatják akkor, hogyha 10 év letelik, tehát ez mindig egy ilyen 10 éves etapra vonatkozik az elkövetkezendő évekre. Hát igen, csak én azt gondolom, hogy egy családot sem 10 évre tervezünk, vagy 10 évre szól, hanem úgymond egy örök életre. És azt gondolom, hogy általában a párkapcsolatok vagy a házasságok nem úgy kezdődnek, hogy akkor most az 5, 10 vagy 15 évig fog tartani. Tehát én azt gondolom, hogy az évek során számtalan tényező közbe jöhet, ami miatt vagy együtt marad a pár, vagy nem. Alapvetően szerintem ez egy kicsit bizalmatlanságot szül. Mit gondolsz erről, Zsuzsa? Éppen így belegondoltam, hogy nekem akkor már 4 ilyen 10 éves szerződést kellett volna kötnöm a párommal, hát ugye mi nagyon korán találkoztunk, 16 voltam, ő 18, úgyhogy most éppen idén volt a 42. évfordulónk, ugye van egy 23 éves gyönyörű lányunk. Igen, én is irreálisnak tartom, akkor inkább maradjon a házasság, mert igazából egyetértek avval, hogy az érzelmeket nem lehet befolyásolni, és mondjuk a házasságnak van egy olyan, főleg, hogyha a templomban kötődik a holtomiglak esküvés, akkor azért az embert azért befolyásolja. Talán... Mondom én ezt, aki soha nem voltam, soha nem mondtam ki a boldogító igent. Talán ez egy szinten tudja tartani a kapcsolatot, most csak próbálok érveket pro és kontra, hogy meg tudjuk-e ugrani azt a 10 évet, meg tudjuk-e ugrani a következő 10 évet. Nem lehet, hogy van benne egy ilyen kicsit? Ez tényleg az ember nem tudja előre. Hát egy évre nem tudunk előre gondolkodni, sőt fél évre előre nem gondolkodik az ember. Mert mindig találnak valamit. Lehet, hogy ez pont a 10 éves... mondjuk a vagyonszerzés, vagy hogy mit érnek el együtt, tehát hogy ha nincsenek is házasok, akkor utána, hogyha netán szétválnak, akkor igazságosan lehessen elosztani a vagyont, lehet, hogy ez áll a háttérbe ennek a 10 éves szerződésnek a kitalálásában. Sokan vannak egyébként, akik félnek a házasságtól? Azt gondolom nem, tehát hogyha valaki elhatározza magát, akkor ő belevág ebbe, és nem félnek. Tehát én azt gondolom, hogy nem a házasságtól félnek a párok. Mi lehet az oka vajon ennek a rengeteg válásnak? Hát rengeteg impulzus ér minket, számtalan emberrel találkozunk, és úgymond, ha találunk, vagy látunk egy jobbat, ami elsőre tűnik csak jobbnak, sokkal egyszerűbb váltani, mint azt, amiben benne vagyunk, és amiben már látjuk a rossz dolgokat, és azt megmenteni. Uh-huh. És sokszor inkább az egyszerűbb megoldást választják az emberek. Zsuzsa? Hát szerintem a fiataloknál ugye a karrierépítés, egyre kevesebb idő jut arra, hogy beszélgessenek, hogy fáradtak vagyunk, stresszesek vagyunk. Nekem ez a benyomásom. De független ezért... talán a házasságtól. Ti sem házasodtatok össze a pároddal. Igen. És ennek mi az oka? Mi, hát egyértelmű, mi nagyon korán találkoztunk, mint már mondottam, aztán mi is ugye karriert építettünk, én is meg a párom. Ugye nekem az első volt az életemben, óhatatlan, hogy az ember kíváncsi, és ugye színésznő lettem, lehet, hogyha orvos leszek, vagy tanárnő, akkor, akkor már rég feleség vagyok. És akkor hirtelen jött a Zsuzsó, akkor már ugye én is későn tudtam, meg 3 hónapos terhes voltam, amikor kiderült, hogy jön a Zsuzsó, akkor úgy képzeltem, hogy nem akarok pocakosan a templomba, mert ha én férhez megyek, akkor én templomi esküvőt szeretnék, meg szerettem volna. Tehát mindig jött valami, és mindig elódázódott a dolog. Tehát én azt látom, hogyha fiatalon, amikor a szerelem lángol, akkor nem történik meg a házasságkötés, akkor utána ebbe a hibába esnek a párok, hogy egyszerűen nem jut már idő a házasságra. És már nem is akarjátok bepótolni? Sosem hát ezt mindenki kérdezi. Én úgy gondolom, hogy nem akarok villányként meghalni, tehát még semmi nincs veszve. Másképp létezik szerintetek egy ember a kapcsolatban, hogyha az házasság köti össze?
Én azt gondolom, hogy nem. Lehet, hogy az újdonság varázsa miatt igen, tehát az első időszakban, de hosszú távon nem. Nem gondolom, hogy ez másként funkcionálna egy párkapcsolat vagy egy házasság. Viszont érezhető az a tendencia, hogyha nem is ezt a 10 éves párkapcsolati szerződést, de házassági szerződést kötnek az emberek? Hát igen, viszont ez a párkapcsolati szerződés, ez azt gondolom, hogy üzleti szerződésekben, gazdasági megállapodásokban szoktak dátumokat rögzíteni, és nem párkapcsolati szerződésben. Tehát ez már egy más dolog, hogyha valaki egy házassági szerződést köt, ugye az nem arról szól, hogy akkor hány évig fognak együtt maradni. Viszont, ami nagyon fontos és helyes, hogy a nézőink legnagyobb többségben egyébként a házasságra szavaznak, úgyhogy azt gondolom, hogy talán mégis ez az érték fontos az emberek számára. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ma. Köszönjük. Köszönjük.